Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Önök aktuális című műsorunkat látják, én Németi Zsuzsa vagyok. A következő 25 percben Piró Barna Botonddal, Hargita megye tanácsának alelnökével beszélgetek, összefoglalva a 2022-es évet a turizmus, a kultúra és a beruházások szempontjából. Tartsanak velünk! Szeretettel köszöntöm Piró Barna Botondot, Hargita megye tanácsának alelnökét a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy időt szakított erre a beszélgetésre. Köszönöm a megtisztelő meghívást. A mai műsort egy visszatekintő, összefoglaló műsornak gondoltam, azért is reménykedtem, hogy itt most egy szűken ugyan és röviden, mert nem tudunk mindenre kitérni, de mégiscsak összegezni tudjuk a 2022-es évet, hiszen én úgy gondolom, hogy jó sűrűre sikerült mindenféle szempontból, beruházások, tervek, megvalósítások szempontjából. De mégis mik azok, amiket ki kellene emelni, amiket a legfontosabbnak tart? Először is a ciklikusság jellemzi a mi munkánkat is, hiszen költségvetést azt mindig egy évre fogadjuk el, ami talán az elmúlt években először volt lehetséges, az, hogy a költségvetést elfogadtuk már február 18-án, és ez azért is fontos számunkra, mert minél hamarabb el tudjuk fogadni a megyei önkormányzat költségvetését, annál tovább tart az év, legalábbis annak a része, ahol civil szervezeteket tudunk támogatni, programokat tudunk szervezni, és ez az idei évben valóban egy hosszabb évre sikerült. Mi bízunk benne, hogy jövő év az még hosszabbra sikerül, hiszen azt az információt kaptuk, hogy december közepén a parlament már el fogja fogadni az ország költségvetését, ami azt jelenti, hogy január első felében mi is el tudjuk fogadni a megyei önkormányzat költségvetését. Mi azért nem tudjuk egy évben sem korábban elfogadni a megyei önkormányzat költségvetését, mint ahogy az országos költségvetési törvény el lenne fogadva, mert a mi költségvetésünk kötve van az országos költségvetési törvényhez. Ugye a megyei önkormányzatnak nincsenek olyan mértékű saját jövedelmei, bevételei, mint egy helyi önkormányzatnak, ahol az adókból befolyt összegekből már számolhatnak és már el tudnak indítani programokat. Mi meg kell várjuk mindig az országos költségvetést, ez alapján majd pedig tudjuk megszavazni, összeállítani, megszavazni a saját költségvetésünket, és ahogy a költségvetésünket elfogadjuk, most már évek óta azon a tanácsülésen meg is hirdetjük azokat a civil szervezeteknek szóló pályázati kiírásainkat, ahol turisztikai, sport, kulturális, egyházi, önkéntes tűzoltóknak szóló népviseletek beszerzését segítő pályázatainkat meghirdetjük, és idáig minden évben arra figyeltünk, hogy az összköltségvetési keret, ami ezeknek a tevékenységeknek a támogatását jelenti, az ne csökkenjen, hanem ha lehet, akkor minden évben egy csöppet emelni is tudjunk ott, ahol előző évek tapasztalata alapján látszik, hogy nagyobb az igény. Így volt ez az idén is, és már idén második olyan alkalom volt, amikor online hirdettük meg a pályázatainkat, ezzel is segítve a civil szervezeteket, illetve a pályázókat, hogy ne kelljen Csíkszeredába a papír alapon összeállított dokumentációt behozni és itt iktatni, hanem egy online rendszer segítségével mindenki otthonról gyakorlatilag fel tudta tölteni a pályázatát. Az idei év sokban különbözött attól, amit mi elterveztünk, de ezt már lassan kezdjük megszokni, hiszen a 2020 és 21-es esztendő és olyan évek voltak, ahol mi elterveztünk sok mindent, aztán közbe jött a koronavírus, ami teljesen átírta nekünk is, mind intézmény a hétköznapjainkat, mind a munkaszervezést, mind pedig azokat a tevékenységeket, amivel foglalkozhattunk, hiszen ugye amikor járványhelyzet volt és korlátozások voltak, akkor megkérdőjeleződött az, hogy azokat a pályázatokat, ahol rendezvények támogatását finanszírozunk, azt meg lehet-e tartani, avagy nem. Ezért nagyon sok olyan pályázat el is maradt a 2020-as évben, ami azt hiszem, hogy egy óriási hiányt jelentett a megye életében.
De most 2022-ről beszélve, mi idén sok mindent elterveztünk, beruházások kivitelezését elterveztük a turizmusban, egy olyan munkafolyamatot, aminek a hatására mi azt gondoltuk és azt reméltük, hogy 2022-es év lesz az az év, ami az utolsó Covid előtti, tehát a 2019-es évek turisztikai számait legalább hozni fogja, jó esetben talán még felül is múlja. Aztán február végén bekövetkezett az a háború, ami a szomszédságunkban zajlik, ami egyrészt biztonsági szempontból egyfajta kockázatként vetült az itteni, nem csak az országra, hanem a térségre. Ez turisztikai szempontból eléggé negatívan érintette a belföldi turizmust, illetve azt, hogy külföldről hányan érkeztek Romániába. Ha azt nézzük, hogy az elmúlt években folyamatosan csökkent, és 2022-re szinte a nullához közelített az a szám, amit a külföldről érkező turisták jelentettek, akkor azt látjuk, hogy bizony itt valamit tenni kellene, és ezt úgy mondom, hogy tenni kellene, hogy országos szintről, tehát a kormányzatnak lenne feladata egy olyan ország imás népszerűsítés és építésnek az eszközlése, ami Romániát turisztikai, a nemzetközi turisztikai térképre ismét visszahelyezi. Mi sajnos, mint Hargita megye, kevesek vagyunk, és nincs akkora erőforrásunk, nincs akkora átütő erőnk egy nemzetközi népszerűsítési versenyben, mint egy országnak önmagának. Ez volt a turizmusban, ezt láttuk, hogy kb. Év második felére, június-júliusra tapasztalható volt a 2019-es évhez képest egy 45-50%-os visszaesés, és hát onnan kellett még évvégéig behozni azt, amit lehet. Beruházások terén pedig azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt években egyrészt az anyagok, az alapanyagok árának, az építkezési anyagoknak az árának a megnövekedése után következett még egy energetikai liberalizáció a piacon, ami ismét csak egy áremelkedéshez vezetett, ami azt jelenti, hogy a 2020-ban megkötött kivitelezési szerződéseink 2022-ben már nem akkora értéket képviselnek, mint amennyire megkötöttük, már annyira nem lehet kivitelezni az illető beruházásokat. Ez ismét egy olyan anyagi terhet jelentett a megyei önkormányzat számára, aminél szükség volt akár húsba vágó döntéseket is meghozni. Egyrészt, ami azt jelenti, hogy a beruházásoknak a határidejét, a futamidejét lehető legkésőbbig kitolni a befejezésnek, ezzel is időt nyerve, és aki időt nyer, az életet nyer, ahogy szokták mondani. Másrészt pedig megnézni azt, hogy fél év után, hogy a költségvetésnek azon részét, aminél láttuk, hogy nem sikerült elindulni, nem sikerült szerződéseket kötni, elköteleződni, ott átcsoportosítsuk és segítsünk azoknál a beruházásoknál, amik zajlottak, és ahol időben megtörténtek a kivitelezési munkálatok. Nyilván ennek segítséget... ellenére, bocsánat, hogy közbeszólok, ennek ellenére volt-e olyan projekt, olyan beruházás, olyan terv, amit sikerült úgymond felavatni az idén, tehát hogy ami időre kész lett, vagy minden területen érintette, ugye? 2022-es év nem az az év, ahol amikor a pályázatoknak vagy a beruházásoknak a végpontját jelenti. 2020-ban kötöttünk meg olyan kivitelezési szerződéseket, ami 5-6 olyan szerződés van, ami nagy értékű, tehát ilyen 100, közel 190 millió lej összértékben, aminek a kifutási ideje az 2023-24 lesz. Tehát több éves kifutási idő, ezért nem tudok most olyan útszakaszról, legalábbis udvarhelyi széken, amit az idei évben mi be kellett volna fejezzünk, de ebben a tekintetben nem is az a fontos, hogy idén avattunk, vagy nem avattunk, hanem hogy idén nem álltunk le a munkálatokkal, még hogyha egy lassított tempóba is, de folytatni tudtuk a kivitelezéseket. Fontos az, hogy a helyreállítási alapból kiírt pályázatok esetében mind a helyi önkormányzatunk, mind a megyei önkormányzat több olyan pályázatot is nyert,
ami a következő években újabb beruházások megjelenését fogja jelenteni. Ugye, hogyha arról beszélek, hogy a megyei önkormányzatnak a teljes energia hatékonyá tétele, az egy 41,5 millió lejes pályázat, amit a legutóbb megnyertünk a helyreállítási alapból, és ez azt fogja jelenteni, hogy egyrészt aktualitása is van most ennek, hiszen egyrészt az energia számlák azok 60%-kal kevesebbek fognak jelenteni, mikor a kivitelezésnek a végére érünk, mint most. Tehát egy ilyen 450 kW per óra per négyzetméter energiafogyasztásról ilyen 190-200 kWh per négyzetméter fogyasztásig fogjuk lecsökkenteni az épületnek az energia használatát, és ez azt jelenti, hogy mind nyílászárók, mind a szigetelés, mind a tető, mind a fűtésrendszernek, mind pedig a világításnak a teljes modernizálásán fog átmenni az épület. De ez egy. Hogyha a kormányprogramokról beszélünk, akkor az egy nagy siker, és az egy nagy lehetőség is, hogy egy megyei útnak az elkészítésére, az újjáépítésére, a Székelyudvarhegy Székelykeresztúrral összekötő 137 jelzési útszakaszra 140 millió lejes támogatást kaptunk az Angel Salini programba, és ez azért is fontos, mert Udvarhelyszéken egyik legforgalmasabb útszakaszáról beszélünk, a két város, Székelyudvarhelyet és Székelykeresztúrt köti össze, mind gazdasági szempontból, mind akár turisztikai szempontból is, hiszen sok olyan turisztikai látványosság helyezkedik el ezen az útszakaszon, amit igen sokan látogatnak. Ez egy nagy lépés fog lenni, főleg úgy, hogy bicikliutak kiépítésére is, ha nem is a teljes szakaszon, de nagy részén lehetőség fog lenni. Ugye, ha a turisztikai kérdéskört boncolgatjuk tovább, ezen az útszakaszon akár a Szent László útvonalat tudom említeni, akár a Nagygalamfalván a Kányadi Sándor emlékházat, illetve Galamfalvának azt az elképzelését, ami a 137-es út melletti részen uszoda fog épülni, erre már egy kormánytámogatásból egy élő szerződésük van a kivitelezésre, strandot is készítenek, plusz Nagy Kalandfalvát készítik elő a helyi önkormányzat Gyerkó Levente polgármester úr vezetésével, vagy ha a Petőfi emlékévet nézzük, akkor Székelykeresztúr, a Gyárfás Kúria, a Petőfi emlék és annak az ápolása, a megfelelő turisztikai és kulturális szempontból való megmutatása, felmutatása, az egy fontos, turisztikailag is egy fontos lehetőséget jelent. Ez a pályázat, ez a beruházás jelen pillanatban úgy áll, hogy közbeszerzés alá kerül, és mi bízunk benne, hogy jövő év tavaszán, illetve fél év előtt a munkálatokat is meg tudjuk indítani. Fontos az, hogy mindazok az önkormányzatok, amelyek ezen az útvonalon akár csatornahálózatot, akár vízvezetést eszközölni szeretnék, azelőtt tudják még elvégezni, hiszen miután az aszfaltozási munkálatokat elkezdjük, utána már nem lesz lehetőség ezeknek a munkálatoknak a megvalósítására. Az új aszfaltot azt nem engedik, hogy felvágják, felszabdalják. Jó, és hogyha már a turizmusnál és az ilyen, és a turizmussal kapcsolatos befektetésekről beszélgettünk, akkor meg kell említenünk a tematikus évet, mert az is szorosan kapcsolódik a turizmushoz is, legalábbis a terv az volt tavaly, vagyis idén januárban, amikor először hírt kaptunk arról, hogy 2022 a gasztronómia éve a turizmusban, ugye? Miről szólt, mi volt a cél, és sikerült-e mindent megvalósítani? Valószínűleg nem dolgoztunk a legjobban, hogyha gondolkodnia kellett azon, hogy a gasztronómia éve. Pontosan akartam mondani. Igen, azért döntöttünk úgy, hogy tematikus éveket indítunk el, mert azt láttuk, azt tapasztaltuk a környezetünkben is, hogy
ahol egy tematika mentén, népszerűsítése mentén sokkal átütőbb eredményeket lehet elérni, mintha mindig különálló eseményeket és lehetőségeket népszerűsítünk. Így volt ez a Family Friendly-vel is tavaly, vagyis az előtti években? A Family Friendly is egy hasonló lehetőséget jelentett akár a népszerűsítésre, akár pedig azoknak a vállalkozóknak, turisztikai aktoroknak a kiemelésére, akik családbarát szolgáltatásokat biztosítanak. Azt láttuk, főleg a koronavírus járvánnyal fokozódott ez, hogy az ide látogatók prioritásai megváltoztak, és az első helyre azok a szolgáltatások kerültek, amelyek családbarátok és biztonságosak. Erre építettünk rá, és ezeket próbáltuk egy nagy merítéssel, vagy akár több nagy merítéssel, hiszen ezt évente kiosztjuk ezeket a tanúsítványokat, összegyűjteni és elérhetővé tenni azok számára, akik érdeklődnek a családbarát szolgáltatások iránt. Tehát akik családdal jönnek, egyre nagyobb az igény az irányban, hogy a szülők mellett a gyerekeknek is megfelelő szolgáltatásokat, szabadidős, szórakozási lehetőséget tudjanak biztosítani. Vagy azok a lehetőségek, ahol a család egészen részt tud venni és részesülhet élményekben. Ezeket emeltük ki. Az idei év az a gasztronómia éve. A gasztronómia évében egyrészt arra a gasztronómiai és arra a kulináris élmény csokorra helyeztük a hangsúlyt, ami tradicionálisan itt egyedi, a mi vidékünkön, és emellett pedig egyrészt egy provokáció is volt, egyrészt egy ilyen gondolatébresztő, és azt szerettük volna, hogyha minél több vendéglátós részt vesz azokban a versenyekben, amit mi úgy fogalmaztunk meg, hogy Hargita megye csokija, Hargita megye sütije, vagy Hargita megye menüje. Ezek a versenyek azt, vagy ezekkel a versenyekkel azt szerettük volna elérni, hogy egyrészt kiemeljük azt a hagyományos ízvilágot, és ráhelyezzük az étlapokra, ami itt egyedi, és az ide látogatónak azt ajánljuk, hogy mindenképp ezeket kóstolja meg, ezeket az ízeket. Másrészt pedig arra szerettük volna bátorítani a vendéglátósokat, hogy próbálják meg a hagyományos recepteket új köntösbe öltöztetve új ételkülteményeket létrehozni. Ez azt láttuk, hogy elég sikeres volt, hiszen nagyon sok újdonságot kóstolhattunk meg, és nagyon sok újdonságot láttunk, ami újdonság, mint előttünk a tányérba kerülő étel, viszont alapanyagjaiba ragaszkodott ahhoz a gazdag természeti lehetőséghez, vagy jelenséghez, amit Hargita megyére jellemző. Az is volt a célunk, és valahogy azt szeretnénk, hogy a gasztronómiába visszakerüljenek a hagyományos ételek az étlapra. Azért is, mert azt látjuk, hogy amikor a turista ellátogat egy-egy desztinációra, akkor a leginkább arra kíváncsi, hogy az ottani helyi desztinációnál mi az, ami helyi specifikum, ami a helyi alapanyagokból készül, és olyan ízvilágot jelent, ami ott van abban a zónában egyedül olyan íze. Erre szeretnénk, ez egy hosszabb munka, de erre szeretnénk szép lassan, hogyha a Hargita megyei gasztronómiai kínálat ráépítene. Azt látjuk, hogy van, amire építeni. Megvannak még szerencsére azok a receptek, és megvannak azok a helyi termékek, székely termékek, helyi termelők, akik gondját viselik ennek a hagyománynak, hogy az itt megtermő zöldségek, gyümölcsök, az itteni réteken legelő állatokból, állatok húsaiból, termékeiből specifikus helyi receptek alapján finom dolgokat készítsenek el. Ez emellett nyilván a versenyek mellett konferenciáink is voltak, a helyi gasztropontoknak a létrehozását segítettük abban, hogy egyrészt népszerűsítettük, másrészt pedig olyan képzéseket is tartottunk több tucatot a megyében, ami szükséges ahhoz, hogy valaki ilyen gasztropontot nyithasson. Folyamatban vannak a gasztropontoknak a létrehozása, azért nem mondanék most egy pontos számot,
mert napról napra változik. Az év elején, amikor elindultunk, akkor 3 ilyen gasztropont volt. Most az a kérdés, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor azok az emberek, akik részt vettek egy ilyen képzésen, akik látják azt, hogy mi ebben a lehetőség, el is határozzák magukat, hogy igen, neki fognak ennek a helyi gasztropont létrehozásának. Emellett az első olyan regionális turisztikai konferenciát is megszerveztük, ami a 3 megye, Hargita, Kovászna és Maros megye, és mind a 3 vizit, tehát vizit Hargita, vizit Kovászna és vizit Maros csapatai együtt szerveztek. Ez egy együtt való gondolkodás, együtt való tervezés, és miért ne a jövőben annak lesz előnye, hogyha együtt is tudunk cselekedni. Egy picit térjünk ki a kultúrára is, hogy a 22-es év az milyen kulturális eseményekben, rendezvényekben, melyik voltak a legfontosabbak, amiket sikerült megvalósítani? Az én olvasatomban minden olyan esemény és rendezvény, ami kulturális téren megvalósul, az siker. Azért is mondom, mert nekünk a kultúránk az, ami az identitásunknak a gerincét adja, és akár a kis településen megszervezésre, megrendezésre kerülő táncház mozgalmak, vagy színház találkozók, vagy kulturális programok, akár pedig a nagy, akár Erdélyt összefogó Erdély táncház találkozó, ami megszervezésre és megrendezésre került Székelyudvarhelyen, ezek a mi olvasatunkban egyformán fontosak, és egyformán támogatjuk is, nem egyforma összeggel, de egyforma lelkesedéssel támogatjuk is ezeket a rendezvényeket. Talán a leginkább, aminek örvendeni lehet, az az, hogy mindannak ellenére, hogy egy nehéz évé alakult a 2022-es év, valamikor az év közepén, és onnantól kezdve egész év végéig folyamatosan azt kellett nézzük, hogy költségvetés hogyan tudjuk úgy áthelyezni, átrendezni, átformálni, hogy a beruházásokat év végéig tudjuk, tehát ne hagyjuk fedezet nélkül. Emellett odafigyeltünk, hogy a kulturális intézményeinknek is a tevékenységét azt finanszírozni tudjuk, ne bántsuk, és így évvégén látom azt, hogy a kulturális intézményeink programja azok meg tudtak valósulni. Ez egy óriási öröm számomra, hiszen van egy olyan mondás, hogy amikor elfogy a pénzünk, azért nem szoktuk a könyvtárból a könyveket eladni, és vannak olyan dolgok, amihez akkor sem nyúlunk, amikor beruházásokra nincs annyi pénz, ez pedig a kultúra és a kulturális identitásunk megerősítése. Tehát onnan pénzt, forrást elvonni nem tartjuk helyesnek, és még ha nehéz is volt, és sok más programból kellett azt is mondani, hogy elvonni pénzt, vagy átcsoportosítani, a kulturális programok azok meg tudtak valósulni. Hát én köszönöm szépen, azt hiszem, hogy lassan lejárt az időnk, de ha egy mondatba kellene összefoglalni, akkor hogyan értékelni a 2022-es évet? A váratlan fordulatok éve. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ennyi volt már az aktuális, köszönöm szépen, hogy velünk voltak. Jövő héten újra jövünk. A viszontlátásra.